Na sziasztok, szép napot, itt Jofi, és ez itt a Derail Valley Simulator, egy újabb verzió, egy újabb része lesz. A legutóbb, ugye a katonai bázishoz hoztunk egy fuvart, és azon tanakodtam, hogy meg kéne csinálni képesítésekbe a legnagyobb mozdony sorozatot, a DL6 sorozatot. Ugye volt 200 valahány ezer dollárom, és bele is fért volna, de ugye közben kinéztem két melót a katonai bázisnál, ami viszont ritkettes képesítést igényelt, úgyhogy én arra gondoltam, hogy először megcsinálom a ritkettőt, amit meg is csináltam közben 120 ezer dollárért, és ezzel már vállalható az a két fuvar, amivel hát majd 100 ezeret fogok keresni, gondolom én, meg egyébként mennyi pénzem is van, 64 ezer, tehát attól már nem leszünk, mert olyan nagyon messze akkor a DM6-os típustól, ugye ez 200 ezer dollárba fáj, és hát nem tudom, egy-két tolizás ide-oda, vagy esetleg egy visszafuvar esetén akár már meg is lehet a pénzünk rá, úgyhogy mindenképpen arra gondoltam, hogy kifarmolom, illetve hát meg is csinálom ezt a ritkettes képesítést. Na és akkor elvállaltam, vagyis hát még nem, de akkor azt a két fuvart, két lőszeres szerelvényt összeállítottam, és úgy gondoltam, hogy akkor DH4-jel visszük, de nem egyel, hanem kettővel, úgyhogy az egyiket már össze is állítottam a vonattal együtt, a másik meg itt van a fűtőházból, járok ki éppen vele, rávisszük vonatra, azt akkor indulás is, srácok, jó? Na, röffentsük be, fék felold, irányba tesszük, kézifék nincs behúzva, nincs, okkerikusz, akkor menjünk, megyünk a kikötői katonai bázisra. Rácsatlakozunk a vonatra, és akkor elindulunk. Ja, meg élesítjük a küldit egyébként, meg nehogy elfelejtsük tényleg. Oda visszük, aztán nincs is élesítve a küldi. Itt meg a katonai rendészet majd utánunk fog futkározni, hogy hova hittük engedély nélkül azt a 11 kocsi lőszert. Na oké. Okay. Tűha. Jó, fél ne száguldozz annyira. Még összetörsz valamit. Oké, okay, jó napot. Hol az őrség? Sehol? Csak így be lehet ide jönni, kérem. Semmi fegyveres őrség? Egy ember sehol? És ha elviszik azt a helikoptert, akkor mi lesz? Na, azt mondja, hogy... Várjatok. Állítani kell vasat. Ide meg ide. Ja. Hülyeségeket beszélek ám, mert ez csak a terv volt. Most jövök vissza megrendezni a vonatokat, és akkor úgy hozom majd ki rá a mozdonyt. Azt mondja, hogy ez lesz az egyik. Mert ugye ezt meg be kellett vinnem javítatni, hogy a képesítést meg tudjam csinálni. Mert addig ugye nem engedte. Ezt a tankot is szét kéne dobni, erre is van egy küldi, egy tolatási. Így ha rácsorgunk, így jó, nem? Szerintem biztos jó lesz. Na, igen, tehát ha megrendezzük, akkor utána hozzuk rá a másik mozdonyt. Hello, erről van szó. Csak óvatosan kell rájárni, mert ez, srácok, ez lőszer, ez robbanékony. Nem lehet itt össze-vissza csak tolatgatni. És ugye dízel mozdony révén a dízel mozdony csavarkapcsát akaszthatjuk a kocsiba. Ha ez villanymozdony lenne, akkor ugye a kocsi csavarkapcsát kellene, vagy szabadna a mozdony vonóhorgába akasztani.
Ez ugye előírás. Ha valaki kíváncsi rá, hogy miért így van, akkor írja meg kommentbe, és akkor el fogom magyarázni a következő részben, hogy ez miért van így. Mert megvan az oka egyébként. Nem azért, mert én kitaláltam. No, azt mondja, hogy állunk. Fékhengerek nullába, fék fővezeték 5 báron. Ez nagyon jó. Csak akkor miért villog az a lámpa, azt nem tudom. Biztos van valami oka. Na, irányt váltottunk, és akkor húzzuk ki. Ácsi, nézzünk egy kéziféket, mert az meg tuti van húzva a végén. Aj, aj, aj. Na van hát. Oké, és akkor erre a szerelvényre fogunk ráállni. Látszik is, hogy robbanás veszély. Erre ráállunk, és akkor hozzuk rá a másik DH4-et a fűtőből, a fűtőházból. Na lássuk. Ez hány kocsi? 5 kocsi. Ja, ezt az 5 kocsit toljuk a 6 kocsira. Nagyon jó. Oké, zsoké. Oké, kihozzuk rá a másik mozdonyt, élesítjük a küldit, vagyis először beállítjuk a vágányutat, megnézzük merre megyünk. És akkor utána élesítjük a küldit. Azt mondja, oda kell mennünk, meg oda, ha minden igaz. Oké, opá, opá. Hogy állunk? Jó is lesz. Áj, meg jó nehéz az a lőszer, basszus, alig akart megállni a szerelvény. Na, ezt majd figyelembe kell venni azért, ha visszük. Bocsánat, tegyük irányba. Na, azt mondi, hogy... Várjatok, várjatok azt a váltót, azt át kéne nekünk állítani. Egyenesbe, így van. Ez meg kitérőbe van, ez meg az is kitérőbe van. Remek, így már jó. Kicsit visszább az agarakkal, gyerekek, mert mégiscsak lőszer tolunk, de miért a tankra megyünk rá? Ó, nem áll, jó fi. Elmennek a felesleges erőforrások, gyerekek, az ilyen hülyeségre. Jó fi, figyelj oda, mit csinálsz? Ez itt érőbe kell, hogy álljon, ez a vas. Jól állt egyébként, csak én állítottam vissza a bal fasz módon. Na mindegy. Így van, és akkor ezt kell kitörőbe állítani, aztán már mehetünk is vissza. Gyere le róla. Így is van. Fék. Így van, na és akkor mehetünk vissza. Csak óvatosan tolni rá, mert mégiscsak lőszer, mint említettem. Azt a helikoptert ki kéne próbálni. Ú, de jó néz ki.
Na, most már jó fele jövünk. Oké. 6 kocsit az 5 kocsira, nagyon jó. Árnyékot is látunk, nagyon szuper. Egyébként árnyékra tolatni tök jó, vagyis hát nagy segítség, ha valaki igaziból végzi ezt a tevékenységet. Én szeretem, ha látom az árnyékot. Oké, csak lassan, csak lassan. Hogy állunk? Egy kocsi. Mármint egy kocsi hossz, és összeérünk. Oké, egy kocsi. Már tolatásvezetők is leszünk mindjárt. Oké. Azt mondja, hogy egy fél kocsi. 10 méter. Gyere, toljál még, toljál, toljál, tolhatsz. 5 méter. Oké, 3 méter. Oké. Méter is együtt van. Lassan. Oké. Júj, de nagyon szakszerű volt ez. A tolatás. Mi volt ekkora hang? Nem, nehogy már ekkora hangja legyen. Oké, na is akkor. Yes. Oké, ez mehet le, ez mehet le. Húzunk egy kézit kifele. Oké. Na, és akkor 11 kiló, 11 kocsi lőszer. Azt mondja, hogy a rakomány katonai fedeték, a lőszer 31 ezer kiló, 31 tonna, az 330, 340 tonna durván. Puha, 340 tonna, ha egyszer elindulna a robbanás irányába, azt hiszem, hogy lenne meglepetés. Na, oké, azért mozdonyja megfogjuk. És akkor menjünk a másik mozdonyért. Hozzuk a DH4-et, meg közben beállítjuk a vágányutat, de most normálisan, nem úgy, mint az előbb. Oké, na várjatok, és merre kell menni? Azt mondja, hogy MB-be megyünk föl. Oda a katonai hozzáférés. GF a gépgyárnál. Gépgyár után még fölfelé, és akkor ott elmegyünk jobbra, aztán lesz egy balra kanyar. Hé, voltunk már ott MB-ben, nem is emlékszem rá, hogy lettünk volna. Na jó van. Oké, hát most leszünk. Na. Azt mondja, hogy akkor ez itt egyenes. Ez is egyenes. Ez is egyenes. Oké, azt mondja, hogy rendben. Ezt egyelőre hagyom, mert innen a fűtőházba fogok kijárni. Ugye a másik DH4-je, és ha majd kijártunk, akkor majd visszaveszem azt a váltót egyenesbe. Ez is marad egyenes. Azt mondja, ez is egyenes, és ez is. És akkor itt az átmenő fővágányon átgangolunk az állomáson. A nyílt pálya felé, ez egy üres szabad vágány, ezen fogunk átjönni. És megnézzük még a végén is a váltókat, hogy hogy állnak, ez oké. Na ez nem, ezt visszavesszük egyenesre. Oxigén, na és akkor erre fogunk kikanyarodni, és ez már itt lassan a nyílt vonal lesz, ezt is kitérőbe állítjuk. Oké, na és még egy váltó. Ez pedig jól áll, oké. Akkor megvan a vágányutunk, srácok. Nagyszerű. Na, menjünk a másik mozdonyért akkor. Na, hely, hol vagy, Jofi? Azt mondi, hogy itt a fűtőház. Van a part, van a part. A 47-est visszük, ugye arról volt szó. Átállítunk fordítót oda. Azt mondja, hogy Shots per KB, megnézzük, jó-e. Azt mondja, hogy innen jövünk ki, és ide teljesen jók vagyunk. Oké. Na.
ezt kitekerjük addig. Oké. Indítunk. Na, mondom, indítunk. Oké. Bár csak az életbe is ilyen gyorsan termelni a levegőt a mozdony, mint ahogy itt ez most, láthatjátok. 2 másodperccel jár, de már minden majdnem üzem nyomáson van. De azért megvárjuk, még feltermel csutkára. És 8 bar felig tart a nyomás. Nagyon jó. Figyelem. Vigyázni, kijárunk. Oké, kíváncsi leszek ez a két DH4-es, mire megy ezzel a szerelvényt. Elvileg easynek kell lennie. Vinnie kell, mint a fene. Erre itt is vagyunk. Oké. Na azt mondi, hogy akkor 2-t megyünk most visszafele. Nem. Az eredeti volt. Nem arra. Erre. Ez a jó? Nem. Egyre vissza. Oké. Hopp, hopp, na, halljuk, halljuk, lássuk. Ja, ez volt a javítóműhely, így is van, és akkor ezzel mehetünk. Ezzel mehetünk kifele a fűtőházból, így is van. Oké. Okay. Oké, okay. Na, szevasztok. Akkor menjünk. Bemegyünk a katonai bázisra, közben ne felejtsük el azt a váltót majd visszavenni. Ja, itt 20-asak a váltók. Jófi, annyira ne siess. Illetve a vágányzat, nem a váltók. Oké. Tehát, mint mondottam, ezt a váltót visszapattintjuk egyenesbe. Így is van, és áll a vágányút nekünk. Most már mehetünk. Oké, okay, és ez lesz a hátsó pilács. Egyet kapcsolunk. Így van, világít is. Nagyon jó. Oké, okay, azt mondja, egyet kapcsolunk a fülkébe, és ez azt jelenti, hogy ezzel fölkapcsoljuk a műszervilágítást. Mert szerintem ez a fuvar, ez ránk fog esteledni valószínű. És még mindig nincs ahol az őrség, biztos ebédidő van, nem? Elmentek kajázni. De világításhoz van. Hát öcsém, minden katonai bázis ilyen üres lenne. Hallod? Mennénk be, tankokkal egy kört ott benn. Redfék. Na, okcsigén, akkor érkezünk lassan a másik mozdonyunkra, az is láthatjuk, hogy pöfög. Így van. Szuperikus. Csak lassan, mert lőszerre járunk, nem másik mozdonyra. Ez így jó is lesz. Oké. Okay. Gyere, gyere, gyere. Hé, jó. Mindegy, ez easy end, ez bírnia kell.
Ennyit bírnia kell. Oké. Ezt összedobjuk azzal. Rányitjuk a levegőt, az pedig a távvezérlési kábelt ezzel. És akkor már távvezérelve is vagyunk, ugye annyi, hogy ja, feloldottuk a kéziféket, már lássuk a féket, hogy áll, igen, mert úgy hagytuk azt is, ez is így áll, oké, nagyszerű. Akkor ez irányba, na elmegyünk, akkor a küldit élesítjük, élesítjük. Most meg nem lenne meg a küldi, fú, mit röhögnek, vagyis hát nem röhögnék, de azt mondja, hogy MB fele vesszük az irányt. Egyszer ezzel az 5 kocsival, meg ezzel a 6 kocsival. Na várjál, mennyit tudunk ezzel keresni, számoljuk ki gyorsan. Azt mondja, ha 44 ezeresnek, ha megkapjuk a bónuszát, az 22, az 66 ezer. A 37-esnek meg olyan 18 ezeret kapnánk. 66, ez 18, az 40, az 55. Ó, jó. Több mint 110 ezret kaszálhatunk ezzel a két fuvarral, ha jók vagyunk. Meg, ha MB-be esetleg szét kell, ki kell üríteni, vagy ilyesmi, akkor még szinte jók vagyunk. Na, oké, akkor ezt fölvesszük. És a B80-ról kell fölvenni ugye az 5 kocsit, katonai támaszpont, és az MB állomás B4-i vágányára kell szállítanunk. Azt majd menet közben megnézzük, hogy melyik az. Ez a küldi pedig B60-ról kellett, hogy felvegye, így van, az 5 kocsit. Katonai támaszpont, és szintén a B4-i vágányra kell, hogy vigyük, úgyhogy még azzal se kell tökörésznünk, hogy ketté vegyük a szerelvényt. Nagyon jó. Na, éles innentől a küldi, úgyhogy akkor húzzunk is bele. Na, azt mondi, hogy világítás megvan, nincs. Akkor most megvan, oké, zsír. De már sötétedik is. Na, fék ki. Hello, hello. Felvigyázz, és mehetünk. Na, lássuk a 2DH4 mire képes. Körülbelül olyan 550 tonna. Ez a két szerelvény. Ó, itt fagytam ott az ajtót. Na jó, mindegy. Talán nem esik be az eső. Az ajtók nem távvezéreltek, ezek szerint. Na. Tolja neki, mint két füstös. Frankó. Hát és még nem sötétedik, csak itt ez a domboldal veszi el a fényt. De mondjuk már levenőben a nap, azt látszik. Legközelebb kipróbáljuk azt a helikoptert, megyünk egy kört vele. A viszontlátásra, uraim, erőt, egészséget, elvtársak, mi elmentünk. Kb. Mennyivel megyünk? Azért nézzünk rá az órára. 30-szal, jó, oké, hát akkor még belefér 40. Bár elég szarok a vágányok, de hát mindegy. Talán nem dobja el, mert ez nagyot szólna, ez a 11 kocsi, hogyha... Na jó, mindegy, ez a sebesség elég biztos, ami biztos, gyerekek. Most először szállítok lőszert az életembe. Úgyhogy ne kapkodjuk el, vagy ne csesszük el. Jó van, szépen húzza, ez nincs ezzel gond. Csak hát most ugye part jön. Egészen a gyárvárosig fölfele most kaptatunk. De hát elvileg ízibe kell hozni a két mozdonynak ezt a 11 kocsit, na is. Sorobok lezárva, nagyon jó. Azt mondja, hogy 35-tel száguldunk.
Műszerek okék, minden a rendben. Elvileg benézti, oppá, körforgalomban van sorompó. Ilyet nem is láttam még, srácok. Micsoda, micsoda megoldás. Elvileg beállítottuk, megnéztem a vágányutat, hogy talán nem ér minket nagy meglepi. Jó néznek ki, nem? Tök jó. Tetszik, tetszik. Micsoda autós szerelvény. Besza behu. És kettő is. Konténerrel megspékelve, nem semmi. Na. Oké, 40. Elég lesz ez a sebesség, srácok. Ezzel menjünk majd innen ki. Oké, és akkor így van, elmegyünk fölfele, gyárváros fölött, ha átmegyünk, akkor ott kell majd elcsapatnunk, mert szerintem az FF felé állnak a váltók, úgyhogy ott kell majd elcsapatnunk jobbra. De szerintem már lehet, hogy arra sötét is lesz, ahogy elnézem. Itt is áll a vas, hát ezt elvileg leellenőriztem. Ha csak valaki át nem dobta, akkor ennek úgy kell állni, ahogy beállítottuk. Na, zsíros kenyér. Oké, és akkor itt 40-nel lehet menni. Ó, annyira is megyünk, easy. És akkor innen már adagoljuk neki kicsit a gázt, mert ez most már innen fölfele kell, ahogy menjünk. Oké, jön mindenki. Ahogy kígyózik a vonat, tök jó. Na, lássuk. Aha, kezd melegedni a cuccos. Jó van, nem baj. Hatvanos a pálya. Ez a kanyar legalábbis. Oké, kicsit megy visszább. Ja, mindegy, azért húzzuk neki, mert itt mondom, fölfele megyünk. Aha, jó, megszólalt a védelem. Oké, sárgából mutató, de hát az még, attól még nem kell elrettennünk. Viszont gyönyörködjünk a kilátásba is, ha tudunk. Megkezdve gyönyörködjünk a műszerekbe is. Azért. És mennyivel megyünk? Stabil 33-mal. Jól van. Olajhőfok a rendben, 96 fok. Ott vannal mehetünk. Kicsit vegyünk vissza azért, mert üljön vissza az olaj. Jó, megy is vissza, oké, okay, zsír. Ó, és jól néz ki. Stabil 30-al hozza ez, srácok, nincs ezzel gond. Szépen 30-al, azért csak fölküzdi alagútról alagútra, tök jó.
alagútban nyomok egy ilyet, akkor mi van? Akkor semmi. Ha nem látunk semmit, ott fogunk majd kijönni akkor ezek szerint. Na kukucskáljunk be, ott vannak a fényeink, hello! Jaj, 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 de jó. Pedig benézhetne, ott van. Ott van a fényünk, mindjárt kibukkanunk. Hello, megjöttünk, itt vagyunk. Tök jó. Na, hogy állunk? Olajhőfok megint emelkedik, nem baj, de a sebességünk is. Se gáz, menjünk. Van hűtésünk, úgyhogy go. Hetvenes a pálya. És lassan besötétedik, már szürkület van. És visszük a titkos katonai szállítmányt. Senki meg ne tudja, az éleple alatt csullankodunk MB-be. Oké. Okay. Jó, még csak itt vagyunk. Ajjajjaj, hát ez... Lesz egy kis idő, mire odaérünk. Na, érkezünk az elágazáshoz, az elsőhöz. Igen, és akkor most megyünk majd gyárváros fölé. Mellé fölé. Az tök jó fog kinézni szerintem sötétben, majd megnézzük. Az a lényeg, hogy nekünk most itt jobbra kell tartanunk. Igen, látjuk már, és az merre megy, 60-nal mehetünk, a vas az jó feláll, oké, okay. Szuper, szuper, úgyhogy akkor gangoljunk tovább, 60-as pálya. Na és felfedezni vélek egy pár csepp esőt, úgyhogy hála Isten ez sem maradt ki most a játékból. Úgyhogy esik az eső, de mi csaptatunk fölfele a dombon, azért változatlanul, és itt vagyunk gyárvárosnál, majd mindjárt kinézünk az ablakon, tök jó nézhet ki. Amúgy 70-re mehetünk, nagyon jó. Egyvenöttel megyünk, még belefér. Na és nézzétek, itt van a gyárváros, MB. Nem MB, mi az? GF. Ja, láthatjátok, itt jön be az alagútból a vágány, ott van ugye a rakodó, aztán el kell menni arra hátra, és itt van a rendező pályaudvar hátul. Tök jó néz ki. Tök jó. Nagyon szépek a fények, nagyon hangulatos. Tényleg. Na, de közben meg figyeljünk ide is, mert elszalad velünk a pacika. Oké, okay, és akkor most majd a következő lehetőségnél megyünk jobbra. Mert ugye balra vinne el FF fele, de nekünk nem arra kell mennünk, hanem elmegyünk egyenesen föl, mert az úgy nekünk jobb. 70-nel gangolunk, vagyis annyival lehetne. Az ügyesen húzza ez a két Verda. Na, komolyan. Így komolyra véve a szót, ügyesen. Hát jó, hát nem, nyilván nem 100-zal meg 80-nal, de amennyivel kell, annyivel elhúzza a dombon is. Most például megyünk dombon is, de 30-nál lejjebb nem fog menni szerintem a sebességünk. Nem, pörög egyelőre, ugye 80 tonna darabja mozdonynak azért valamennyi tengelynyomása van.
konkrétan 20 tonna tengelynyomása van, ugye? Mert 80 tonna és 4 tengelye van, úgyhogy mindegyikre 20 tonna jut. Elvileg 20 tonnával elég jó kell, hogy tapadjon. Oké, még mehetünk nyugodtan, jön egy 4-es kanyar. Ó, messze vagyunk tőle egyelőre. Hogy ettől beparázzunk, ezt tegyük be, mert beesik az eső. Na srácok, itt vagyunk, és lassan megérkezünk MB-be, még van egy elágazás, ahol kell majd egy balos nyomatnunk. És akkor utána már is ott vagyunk, egy kicsit most kifuttatjuk itt a dolgokat, mert 40-es kanyar van. És akkor mindjárt jön még egy váltó, egy elágazás, és akkor utána már ott is vagyunk a katonai bázison. Igen, nagyon fasza. Közben szépen ránk esteledett, ahogy azt gondoltam, hogy az elején. Húha, 50-nel megyünk, eló. Vékőjünk, vékőjünk gyerekek, mert kisodródunk a kanyarba. Oké. Okay. Na és akkor... Ja, ott van fent, ez az ime állomás, ott sem jártunk még, mióta megkezdtük itt a pályafutásunkat a Direl Valley magánvasút társaságnál. Ja, és nem is arra megyünk, hello. Dobjunk vasat erre, és itt 70, oké. Okay. Na és akkor ben vagyunk a célkanyarba, szerintem. Így van, mert mindjárt érkezünk MB-be. Ott pedig, ne mindjárt nézzük, azt mondja, elfelől jövünk. Így van. Ó, csak egyenesen kell csak menni, mert B4I. Ó, hát ez easy. Akkor csak egyenesen bejárunk, azt ott is vagyunk. Nagyon jó. És megjöttünk. Fékeljünk, fékeljünk, gyerekek, mert be kéne menni a kapun. Hello, ez egy bazi nagy katonai bázis. Hello. Mondom, fékezzünk, mert itt meg elősen lejtünk befele. Jó, gondolom itt csak egyenesen kellett jönnünk. Ez az... Jó napot! Ja igen, és ez ilyen alagutas buliba végződik, nézzétek csak. Hűha, nagyon... Opá, is van fordítókorongjuk is, meg fűtőház is, minden. Na de hova fordít az a korong? Amúgy. Hello! Jó napot! Megjöttünk, ide egyenesen fogunk bejönni. Hova fordít az a fordítókorong egyébként? Ezt úgy nem nagyon értem, itt is van egy helikopter, nagyon fasza. Oké, és ott van benne egy alagút a izébe, nézzétek csak. Jéééé, mészarás, mik vannak. Meghoztuk a lőszert, jó napot! Jó napot, jó napot! Ah, itt majd körül nézünk egyet, srácok, mert itt még nem voltam. Ez az szépen behúzzuk, ahogy az kell. Ó, világ itt elől. Aha, a reflektorunk. Ja, úgy van három fényünk, ha refire kapcsolunk. Ó, itt vannak a tankok kirakva. Ez nem semmi, halljátok. Na, hogy állunk? Bejöttünk már? Még nem. Még nincs benne a vége. És akkor mind a két szerelvényen kell húznunk kéziféket szerintem. Mert az egy előírás. Azt mondja, hogy most már benn vagyunk, fékezhetünk. Jófé, megállunk! Nos, kacok, hát megjöttünk. Fogjuk rá. Azt mondja, hogy... Leállítunk mindent. Ja, ezzel, bocsánat. Betekerünk mindent.
Oké. Távvezérlés van, akkor az most miért nem állítódott le az a másik mozdony? Oké. Kézifék. Beteker. Na és irány leadni a küld. Várjatok, 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 várjatok. Ezt is. Egy kéziféket ezen a szerelvényen is húzunk. Meg egy kéziféket a végén is be kell rántani, és akkor így a két szerelvényből egy-egy kézifék be lesz húzva. Ez az, és akkor hol a dispatcher? Ah, itt a kapunál szokott lenni, nem? Ja, így van. Na, lássuk, lássuk, lássuk. Adjuk le a küldét, ezt mondjuk igen. Oké, ó, 35, fél idő alatt megcsináltuk, és ahogy terveztünk, 66 ezret kapunk ezért. Oké. 130 ezrünk van, illetve adjuk le a másik fuvart is. Ebbe is megvan a bónusz, meg minden. 18, ez 56 ezret adott. Így van, ahogy számoltuk. Így de nagyon fasza. És 186 ezrünk van. Na, lássuk, hogy ad-e valami. Aha, mindjárt spawnolt ide tolatási dolog is, illetve lássuk csak, ó, hát mi van itt nekünk, gyerekek? És mi kell hozzá? Ja, ahhoz ma hármas kell. De hát mi pénzt adna ez nekünk? És nézzétek csak, hogy egy hármas fuvar, 57 tonna, hát ez ízi súly. És mekkora pénzt adna ez? 52, 52, 52, az 3x 75 ezret adna. Az két, ó, hát megnézzük azt a D. Ja, csak az igen sokba kerül, várjatok, várjatok, nézzük meg azt a képesítést, hogy az mennyibe kerül. Mit mondtunk? 290 ezer, hát azt most nem tudjuk. Annyi pénzünk nincsen. És akkor az azt jelenti, hogy innen nem lesz visszafele fuvarunk. Mert csak ezeket tudjuk megcsinálni. Mondjuk ez is 16-ot ad, az meg 27-et. Hát az is egy, majdnem egy 50-es. Oké. A tolatásokat is el kell velük végezni. Hát ez nem semmi, meg is kéne javítatni a mozdony, habár azt majd kikötővárosban még nem tudom az visszavinni, basszus. Pedig mi pénz az? És easy, súly, hát semmi, titkosított továbbítása a megjelölt célállomás felé. Egyébként mik ezek a szarok? Hadd nézzük már meg, mert itt vannak ám. Konténerek, aha. Három konténer, és mi van bennük? Titkosított, titkosított. Fú, ez nagyon titkosított fuvar, gyerekek. Ez szerintem atombomba, vagy mi lehet benne. Ó, figyeljétek már, de jó, itt benne az alagútba, öcsém. Ez nagyon tetszik, ez nagyon király. Ez nagyon király. Gondolom ide kell betolni, aztán kipakoltatni. Na várjatok, nézzünk tovább. Mert hogyha innen most nincs visszafuvarunk, akkor gyakorlatilag azt lehet, hogy megszívtuk. Na megnézzük meg, mire való ez a izé itt. Nekünk ez hova? Vagy miért? Itt csak megfordíthatjuk a mozdonyt, maximum. Maximum csak arra jó, hogy megfordítsák a mozdonyt. Aha. Ja, hát gondolom, ha DM6-tal jövünk, akkor mit tudom én, rövid orra menjünk vissza, akkor meg tudjuk fordítani. Ja. Na jó van, srácok, oké. Leadtuk a küldit, az a lényeg. Van most 186 ezrünk, meg fogjuk csinálni azt a két tolatási mozgást, mert ezt azt egy életem, egy halálom, azt itt meg kell csinálni. Oda betolni a izébe, nagyon easy. És nagyon izgalmasnak tűnik. Na, oké, most minden esetre nem tudom, hogy ott a vasúti diszpécseren nem lehet egyet aludni egyébként. Nincs valami ágy, ágyi kóka. Itt nincsen, basszus. Itt nincs, itt csak munka van, de ezek, hú, ezek nagyon jó melók.
ez a három meló, ez majdnem, várjatok mennyi, 150, 225, majdnem behozná basszus, behozza a kétharmadát annak a RIT 3-as képesítésnek. És az tök jó. Hát jó, nézzük, azért még annyit megnézzünk, hogy mit fogyasztott a két mozdonyunk, mennyi a díjtartozásunk. Azt mondja, 16.000, 39.500, nem, az 29, 35.000, ja. És akkor olyan 16-ból megusszuk, kb. Ha megjavítatjuk, meg plusz még 16, még visszamegyünk, ha nem hagyjuk itt. De nem tudjuk itt hagyni, ugye, mert itt nem tudjuk megszerelni, mint szerelővágány. Mindenképpen vissza kell valahogy jutnunk. Hát remélem azt a... Ja, de valószínű, hogy lesz üres kocsis visszafuvar, mert ugye ezeket kipakoljuk, akkor valami üres kocsis küldit fogadni nekünk. Na jó, van gyerekek, következő részben akkor ez fog történni. Itt az éjszaka leple alatt megrendezzük, amit kell, és akkor utána egy üres kocsissal visszavágtatunk, aztán meglátjuk, ha maradt pénzünk, akkor a DM6-ot kifejlesztjük, meg megyünk azzal is egy karikát. Na, oké, ha tetszett, akkor nyomjatok rá egy lájkot, illetve iratkozzatok fel, és akkor legközelebb találkozunk. Én Jofi voltam, vigyázzatok magatokra, sziasztok!